a mi segítségünk, ünnepszentelésünk, Istentől megáldott boldog találkozásunk megszentelése jöjjön az Atyának kegyelmes jóságából, a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló szeretetéből, és a Szentlélek Úristen mindeneket megvigasztaló, meggyógyító, áldott szeretetéből. Szívem szeretetének egész melegével köszöntöm drága testvéreimet, kedves mindnyájatokat, azokat a drága településeket, amelyeket elnök úr felsorolt itt a színpadon. Jó együtt lenni, jó titeket látni, drága magyar testvéreim, akik itt, ezen az ősi, megszentelt földön tudunk találkozni, tudunk örvendezni, tudunk Istenhez fohászkodni, tudunk hálát adni, annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. Márton Áron, az a híres római katolikus püspök volt Erdélyben, aki a román kommunizmus börtönében 16 esztendő szenvedett. És ő mondotta el, Márton Áron püspök, hitünk parancsa az, hogy a templomon kívül is testvérek lehessünk, egymás terhét hordozzuk, és egymás szeretetében tudjunk élni. Az Istennek szent igéje, amellyel köszöntelek titeket, hozva főtiszteletű Hegedűs Lóránt, lelkipásztor testvéremnek a köszöntését is, akivel csütörtökön telefonon beszéltem, és köszöntve az én igei üzenetemet hozva a ti életetekre, amely írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. részében. Így szól az Istennek az igéje. Az egész emberi nemzet egy vérből van teremtve, hogy lakjon a föld egész színén, meghatározva és elrendelve az idejét és lakóhelyének határait. Kedves ünneplő testvéreim, itt e drága, gyönyörű faluban, Jékén, jó bejönni, látva az ősi templomot, a templomon lobogó zászlókat, itt Várda közelében, itt a híres régi felsőszabolcsi világnak melegszívű, szeretetteljes közösségében. Jó hazajönni, mindig hazajövünk ide. Szabolcs, Nyírség, a Szatmár, valahol a magyar lelkiségnek, a magyar szakralitásnak, a magyar léleknek valami egészen csodálatos világa és szigete maradt máig. Ha valaki elkerül erről a vidékről, valahova távolabbi vidékre, és megkérdezik, honnan jött, és azt mondja, Nyírségből, Szabolcsból, Szatmárból, akkor az mindig egy különleges megtiszteltetésben, elbírálásban részesül. Mert ezek az emberek jó emberek, megbízható emberek, tisztességes emberek, szavatartó emberek, dolgos emberek, mert a földieink, mert ilyenek vagyunk. Jó ide hazajönni, és jó itt maradni, jó itt élni, mert ez a vidék, ez a táj, ez sokat szenvedett világ, amely adott egy Móricz Zsigmondot, adott egy Kölcsey Ferencet, adott egy Kazinczy Ferencet, adott egy Ady Endrét, adott egy Arany Jánost, amely a magyar nemzet legkiválóbb lángelméjét adta a magyar irodalomnak, azok erről a vidékről, erről a tájról származtak. Ezt az életet élték, ezt az életet szerették, sírták, szenvedték és örülték, ahogy hozta a világ. Testvéreim, Pál apostol missziói útja során, amikor vitte az Isten evangéliumát Jeruzsálemből Rómába, felment Athénba. Tehát az ugyanaz az Athén, a mai Görögország fővárosa, sokszor látjuk a híradásokban, fent az Akropolis, hatalmas turista áradat, óriási hőség, az Akropolis. Mindnyájunk előtt ismert ez a világ máig.
És felment Pál apostol is 2000 esztendeján. Körbenézett, és azt mondta a görögöknek, egy csodálatos az a világ, amit létrehoztatok. A templomok, a színházak, az olimpiai csarnokok, a szobrok, az irodalmi alkotásaitok, hisz Szokratész, Pláton, Arisztotelész erről a világról, ebből a földből gyökerezik, innen származnak. Minden itt van, ami szépé, igazá és emberévé tudja tenni a világot. Mondja Pál apostol, hogy fent az Akropoliszon körülbelül ilyen idő volt, mint most, csak ennél egy kicsit melegebb, hogy fent a görög Akropoliszon, Athén, szimbolikus, csodálatos műemléki helyén. Azt mondta Pál apostol, egy múzeumba érkeztem, és itt van a baj. Gyönyörű a múlt, de Athénban valamit nem találok. És amit nem találok, azt hoztam el nektek, a keresztet. Sok-sok Istennek, most kicsi betűvel, tehát sok-sok bálvány Istenkének emeltetek itt oltárt és szobrot, mondja Pál apostol, Szent Pál apostol. Körülbelül 150 oltár volt Athénban, 150 oltár, 150 Istenkével, 150 bálványjal. És azt mondja Pál apostol, ezek szobrok, szépek, csodálatos műalkotások, de valami hiányzik belőlük, az élet. Ahogy mondta Hegel, a nagy német filozófus, fátyolos tekintetekkel tekintenek a régi görög szobrok. Üzennek, de halottak. És ez már a múlt, mondja az apostol, és itt lesz a jelen, és itt van a jövendő, a jelen a kereszt, és a jövendő is a kereszt, és a megmaradás is a kereszt. És beszélni kezd nekik Istenről. Soha nem hallottak az élő, igaz Istenről, az Úr Jézus Krisztusról a görögök. Volt 150 bálványuk, 150 oltáruk, de Istenről nem hallottak. Azt mondta Pál apostol, nagyszerű nép vagytok, hiszen itt van Szaloniki, Kolossé, itt van Filippi, itt van Korintosz. Alexandriában csodálatos egyetemek vannak, de Athén a múlt. És a görögök elgondolkodtak, hát mi már csak a múlt vagyunk, akkor 4-500 éves antik, hellén múlttal, mi már csak a múlt vagyunk. És mi lesz a jövőnkkel? És akkor Pál apostol felemelte a keresztet, és azt mondta, arról az Istenről prédikálok, aki teremt, aki megvált, aki fenntart, és mindeneket igazgat, az Úr Jézus Krisztusról fogok bizonyságot tenni. Egy új Isten kérdezik tőle, és azt mondta, ez az új, a Teremtő. És ez az Isten kijelölte minden embernek a lakhelyét, kijelölte a határait, és azt mondta, ezt az életteret, amit kaptatok az Istentől, tartalommal töltsétek meg. És testvéreim, minden nemzetnek Isten kijelölte a határait, így írja a Biblia, a határait, a nyelvét, és ezt töltsétek meg tartalommal. Csodálatos ezt a bibliai ígét olvasni. Az apostolok cselekedetei könyv 17. részében van megírva. Pál apostol beszéde az Áropágoszon. Ez az igének a címe. Isten kijelölte a határokat. Testvéreim, a görögök tudomásul vették. Ott voltak a határok. Az égei tenger, a szigetek. Pontosan ki vannak jelölve a határai. Ki van jelölve egy népnek a határa, a nyelve, a földje, és azt mondja, Isten, ezt töltsétek meg élettel, kultúrával. És itt jutunk el a mához. Testvéreim, itt Jékén, és mindnyájan, akik jöttetek közelről és távolról. Hisz határokon túlról, de nincsenek határok. Mert a határok bennünk vannak, mert a magyar nemzet egy, és oszthatatlan. És a nemzet egyesítést, hála Istennek a Magyarországi Református Egyház alkotmányos zsinatában rögzítette 2009. május 22-én a debreceni zsinaton, amikor kimondta, hogy éljen bárhol a világon, egy nemzethez tartozik. És ezt mi is kimondjuk és megerősítjük. Nincsenek határok. És ami még van, le fogjuk bontani, mert Isten kijelölte a határokat. És ami határaink széle, ha valaki nem tudja, Gyimesbükk, ott kezdődik.
az a magyar határ, ahol a Szeret folyó Moldvánál elhagyja Erdélyt. Ez a folyónak a neve, hogy Szeret. Testvéreim, nézzétek meg a lexikonokba, vagy az interneten. Van-e még nemzet, akinek a folyóját úgy hívják, hogy Szeret? Az egy kis patak, aki jár Csíksomlyó, Gyimesbük. A Szeret folyó Moldvánál elhagyja Erdélyt. Mert addig tart a szeretet. Erdély és Moldva határa, Gyimesbük, az ezer éves határ, ahova befut a csíksomlyói gyors, amikor van pünköskor a búcsú, Gyimesbükre. Az a határ. Na Isten azt jelölte ki szálláshelyül a magyaroknak, és ebből nem engedünk. Isten kijelölte a nemzetnek a határait, a gyepüket, a szálláshelyeket, a honfoglaló eleinknek. Testvéreim, így írja Pál apostol, így mondja a görög Akropoliszon elmondott beszédében. Mi az ember rendeltetése és küldetése? Nemzeteket alkot, és kijelöli a határokat térben és időben. Testvéreim, magyar zászló leng a gyimesbükki indóházon, amelyet Deák András, ottani magyar tanárember, 80 évesen felújítatott a gyimesbükki indóházat, Magyarország legkeletibb határa. Na, ott kezdődnek a határaink, a Szeret folyó partján, ott végződik, és ott kezdődik. És így jövünk tovább erre, le egészen Fiuméig, mert Isten így rendelte. Kijelölte a határokat, kijelölte a nyelveket. Testvéreim, szerelmese vagyok a magyar nemzetnek, a magyar irodalomnak és a magyar történelemnek. Felelősen tudom kijelenteni, hogy nincs még egy nemzet, akinek az irodalma ilyen gazdag lenne, mint a magyar nemzetnek az irodalma. A világirodalom az itt tájékozódik. Ha valaki csodát akar találni, csodát akar olvasni, az tanuljon meg magyarul. Mert nincs még egy nemzet, akinek annyi csodálatos képességű költője, írója van, mint a magyarságnak. Testvéreim, lehetetlen vállalkozás lenne, hogy itt bele is merüljünk. De ha valaki a nyugat költő nemzedékét csak olvassa, akik 1920-as években a Kosztolányi, Juhász Gyula, Móricz Zsigmond, Ady Endre, ahogy bele élik a magyar életben magukat, de hogy korábban János Pannonius, Batthyány János, Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, aztán majd jönnek a többiek, Jókai, Petőfi, Arany, Vörös Marti, a Madách Imre, testvéreim, amikor Goethe megírta az ember tragédiáját, a nagy német Goethe, aki azt mondták, ennél több nincs, ő az antik Isten, így mondták a németek Goethe-re Weimarba, akkor leült ott az a szegény Madách Imre, ott, aki már akkor börtönből a feleségét ráterezít, bevitték a börtönbe, és vitték utána Madách Imrét, és leült, és megírt a Madách Imre az ember tragédiáját. Egy szőlőlugas alatt, amely messze több, mint a Faust, Goethe-nek a Faustja, ami azt mondták, a világ legnagyobb alkotása. Madách Imre két hét alatt a lugasba megírta az ember tragédiáját, amely a világirodalomnak messze a legnagyobb alkotása. De ha nézzük az erdélyi Helikonnak a zsenieit, Nyírő, Vas Albert, Tamás Járon, Ápril Lajos, Sütő András, Reményik Sándor, belerendül a lelkünk, sírva tudjuk olvasni ezeknek az embereknek a művei, testvéreim. A magyar népléleknek a legszentebb, legtisztább bibliai ígei vonala szólal meg belőle. Ezek vagyunk. Egyébként nem lehet fordítani a magyar irodalmat. Próbálják persze, lehet egy Adit, egy Petőfit, egy Vörös Martit, egy Arany János lefordítani, nem adja vissza. Képtelenség, egy más nyelv nem adja vissza azt a lelki, azt a világot, azt az érzést, amit egy Arany János egy Toldiban,
vagy a Petőfi arany levelezésére gondolunk, vagy az ember tragédiájára gondolunk, vagy gondolunk Vörös Martinak, azokra a csodálatos, bánatos verseire. Szeretett testvéreim, jó magyarnak lenni. Ez egy kiválasztottság, ez egy kegyelem. És Isten nekünk kijelölte a határokat, kijelölte a nyelvet, kijelölte a földet, és azt mondta, töltsétek meg tartalommal. És ezt Pál apostol mondta el a görögöknek, Aténban, fent, tehát egészen fenn van az Akropolis, az Areopágos, tehát egészen fenn van az a 40 fokos forró hőség, hatalmas hófehér szobrok körbe, és azt mondta Pál apostol, mindez gyönyörű, ez a múlt. 500 évig tartott a görögségnek ez a klasszikus ókori csodája, Krisztus előtt 500-tól Krisztusi, tehát 500 évig tartott a klasszikus hellénizmusnak ez a csodája. De hol a jövő? És a magyar nemzet testvérei, aki nem fulladt ki, akinek nem 500 évig tartott a csodája, mert a magyar nemzet legalább, ha Attilától számoljuk is, 1500 éve tart. És nem fulladtunk ki. Nem mondják, hogy ez a múlt, hogy ez a múzeum, hogy ez relikvia, hogy ennek már vége. A magyar nemzet a jövő. Testvéreim, mert bennünk olyan képesség van, hogy újjá tudunk születni, ahogy Debrecenváros címere, a Magyarországi Református Egyház címere egyben az ugyanaz. Tehát a Református Egyház címere az Debrecenvárosának is egyben a címere. A Főnix madár, amely poraiból újjáteremtődik, és vérével táplálja kicsinyeit, ez maga a turul. Tehát önmagát táplálja, és újjá születik a magyar nemzet. Mert a napnak, az égnek, az Istennek a kiválasztott gyermeke. Testvéreim, ezt így kell látnunk. Egy Trianont senki nem élt volna túl rajtunk kívül. Ezt higgyétek el. Azt a csapást, azt a tragédiát, azt a büntényt, azt a gonosztettet, amit Trianonban elkövettek ellenünk a nagyhatalmak és csatlósaik és a háttérhatalmak, ezt egy nemzet nem élte volna túl. Ami ott történt, hogy területünknek a 72%-a, és nemzetünknek szintén 70%-a idegen fennhatóság, idegen elnyomás iga alá került. És az utódállamok jogfosztó, brutális gyűlölet és gonoszsága sújtotta, és sújtja Felvidéken, Kárpátalján, Pálciumban, Erdélyben, Délvidéken, sőt még az Őrségben is. Miszt még Ausztria is kapott 4000 négyzetkilométert egyébként. Tehát Ausztria monarchiának ugye része volt, és még 4000, tehát a Burgenland, az Őrség, még az osztrákok is kaptak. Mindenkinek jutott. A magyar földből, a magyar vérből, a magyar munkából, a magyar életből mindenkinek jutott. Mi az egész világot el tudtuk látni. Hát így könnyű a Habsburgnak 600 év után mutogatni, hogy milyen gyönyörű a nyugat. A magyar nemzetnek a vérén, verítékén, könnyén, pénzén hízott fel. És ez a nemzet túlélte. És túléltük Trianont. És fel fogunk emelkedni. És van egy megújulás. Testvéreim, keserves volt, ahogy Hegedűs püspök úr mondta, a 20. századnak minden aljassága, gyalázata, embertelensége. 1914-ben kezdődött a 20. század. Tehát 14-től 2010-14-ig. Amikor 14-ben belerántottak az első világháborúba bennünket, hadat üzent a monarchia, nem Tisza István, a magyarság nem akart az első háborút, amelynek 1 millió magyar áldozata volt, testvérei. Nincs olyan település, ahol nincsenek sok-sok név, 10, 20, 50 és sok száz magyar áldozatnak a neve felvésve. Drága véreink 1914-18, illetve 1940-45, tehát első-második háború. Mekkora tragédia! Van olyan nyugati ország, hogy egy településnek van annyi áldozata, egy országnak van annyi áldozata, mint nekünk egy településnek. Ha 50-en meghaltak Belgiumba, az egész második háború, 50-en. Hát kíváncsi vagyok, hogy itt a környéken, ha végignéznénk, százával, ezrével vesztek oda véreink. 14-től 18-ig majd aztán a Málenkei robot, meg a második háború, meg kommunizmus, meg 56. És ezt mind kibírta ez a nemzet. 14-től 14-ig, ez az elmúlt
százesztendő testvéreim. És itt vagyunk, koraiból felemelkedő főnix, és hisszük, hogy határainkat újra Isten vissza fogja rendelni, az ő általa kijelölt határokat, és mi ezt mindig meg tudtuk tölteni tartalommal, kultúrával, munkával, nyelvvel, intelligenciával. Egyik nagy püspökünk mondta, mit alkotott a magyar, ez a világ csodája, mondjuk 1867-től, a kiegyezéstől 1914-ig, abban az 50 esztendőben. És mi lett volna, ha bennünket békén hagynak mondjuk az elmúlt 1500 évben? Akkor mi lett volna, ha így is ennyit tudunk felmutatni? Az, ami egy tárcium, amely a világ csodája, egy nagy bánya, egy Szatmár Németi, egy Nagy Károly, egy Nagyvárad, egy Nagy Szalonta, egy Arad, egy Temesvár. Testvéreim, máig a világ élvonalában vannunk, mert ezt a magyarok építették. Épületei, közlekedése, kultúrája, az ész mindig itt volt. Mindig itt volt, meg a szászok ott Erdélybe. Ami szép van, az épített világ, az mind a magyarok csinálták. Gondoljuk csak ezt el. 50 év alatt egy Európa élvonalába tudták ezt az országot röpíteni. Most a Kárpát-hazáról beszélek. Infrastruktúrába, haladásba, tudományba, kultúrába, a műszaki tudományokba, a járműgyártásba, a könyvnyomtatásba, az oktatásba, a mezőgazdaságba, a gépgyártásba. Tehát nem tudok az életnek egy olyan területét mondani, ahol ne lettünk volna az élvonalba. A kiművelt emberfők. És ez mind miattuk. A világon nincs egyetem, ahol ne magyar oktató alapította volna meg a karokat. Tasmániában. Ott van Új-Zéland meg Ausztrália között. Tasmánia. Egy nagy sziget. A magyar az egyetemnek a rektora ma is. Testvéreim, mire vagyunk képesek? És ezt higgyétek el, és imádkozzatok. Dolgozzatok, és imádkozzatok. Mert Isten helyrehozza, és jóra fordítja. Mert bennünket arra hívott el, hogy ez a nemzet megmaradjon. És ne csak a múlt legyünk, mint ott akkor Pál apostol mondta a görögöknek. Szépek a múzeumok, szépek a szobrok. De ez a múlt, és azóta is, 2000 év eltelt, szépek a szobrok, ott van minden szobor a múzeumban, meg a könyveik, meg Arisztotelész, Szokratész és Plátó. De ez a múlt. Mi pedig a jelen és a jövő is vagyunk. Na itt látszik, testvéreim, a mi genetikai és intellektuális elhívásunk. Ez a nemzet Istentől kiválasztott. Jó itt lenni közöttetek. Be kell fejezni. Olvassátok el az apostolok cselekedeteiben, Pál apostol beszéde az Areopágoszon. Mit mondott ott a görög Akropolis 40 fokos melegében? Ott, és az ma is igaz. És a Jóisten bennünket itt, ezen a csodálatos országban, a föld legszebb országának, legáldottabb népe közé sorolt be. Maradjunk itt, testvéreim, és aki haza elment külföldre, hívjuk haza. Imádkozzuk vissza haza. Gyertek haza, magyarok! Gyertek haza! Mert van, ami fontosabb, mint a pénz. Sok minden, ami. A pénz a legutolsó. És azt mondta az Zrínyíron a Rákócinak, a fiának, fiam, és így búcsúzott el tőle, amikor a Habsburg kirabolta a rákóciakat, a zrínyieket, a frangepánokat és a bocskaiakat egyszer. Azt mondta neki Zrínyíron a fiának, fiam, akkor Rákóczi Ferenc 12 éves volt. És akkor látta utoljára a fiát. A vagyon nem számít. Azt el lehet veszíteni. Nem számít. Vagy lesz helyette, vagy nem. Az nem számít. De a becsület, a hírnév és a magyarság. Csak ez számít. És ez megmarad. Az Isten örökké való gondoskodásában. Zrínyi Ilona imádsága, hagyatéka, ez volt a 12 éves fiához, Rákóczi Ferenchez, akit az aljas Habsburg, első Lipót és Kolonics, a bíboros, karjánál fogva rángatott és vert meg Bécsbe, és a 16 éves nővérét, Juliannát. Hazudtak, mindig hazudtak. És azt mondta Rákóczi Ferenc, mikor Rostovban megírta az emlékiratait, minden nagyhatalommal tárgyaltam, sőt, nagyjából majdnem minden rokonságban álltam. Nagy Péterrel, az orosz cárral, a 14. Lajos napkirállyal, Franciaországban Lajossal rokonom volt, Károly Gusztávval, a svéd királlyal, Bécssel, a törökkel,
és az olaszszal, tehát Velencével. Minden nagyhatalommal tárgyaltam, majdnem minden rokonságban álltam, és mind hazudott, mind becsapott. Rákóczi Ferenc emlékiratait kell elolvasni, amit 58 évesen halál előtt Rodostóban írt meg. Testvérem, senkire nem számíthatunk. Ez a tanúsága. Áldott nagy fejedelmünk, a legnagyobb magyar, az Rákóczi Ferenc volt, tanulmányaimból én így tudom. Azt mondta, mind hazudott, mind becsapott az európai nagyhatalmak. És ott halt meg, és ott imádkozott mellette, Zágoni Migeskelem. Isten áldja meg magyar nemzetünket, áldja meg drága népünket, mert csak magunkra számíthatunk. Egyedül vagyunk, testvéreim. Ezt leírt aztán Széchenyi is 1850 körül. Egyedül vagyunk, csak magunkra számíthatunk, és ezt tudtuk eddig is. Mert nekik, mi csak gyarmat vagyunk, csak piac vagyunk azoknak, akik itt el akarják helyezni a portékáikat, mondta a Vas Albert. Mi másra nem kellünk. Mi másra nem kellünk. Cselédek tartanak itt is, meg aki kimegy, ott is. Hát ne legyünk mi cselédjei ezeknek. Legyünk, ami drága magyar hazánkban. Örökös polgárok, mert itt a fajtánk között vagyunk. És itt még a bántás se úgy fáj, mint mondjuk ott kint valaki mástól. Isten áldjon meg benneteket, testvéreim, áldja meg drága magyar nemzetünket. Köszönjük Jékének, köszönjük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közösségeknek. Majdnem mindenkivel sikerült már úgy, ahogy tudtunk így beszélgetni pár szót. Jó itt lenni, jó veletek lenni. És majd el fogom mondani Hegedűs Lóránt, lelkipásztor testvéremnek, kollégámnak, barátomnak, milyen jó volt itt lenni. Még egyszer ő is üzenetét, szereteteljes jó indulatát és tanítását küldi. Isten áldjon meg mindnyájatokat, testvéreim, és legyünk bölcsek, legyünk józanok. Olvassuk a magyar irodalmat, olvassuk a történelmet, olvassuk a Bibliát, legyünk hűek Istenhez, drága nemzetünkhöz, szülőföldünkhöz. Isten megtartott bennünket. Ez a nemzet szakralitásánál, nyelvénél, kiválasztottságánál fogva Isten választott nemzete, mert mi vagyunk a legjobbak. Köszönöm szépen. Imádkozzunk, testvéreim, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, úgy itt a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Atyaistennek kegyelme, az Úr Jézus Krisztusnak, drága Szent Urunknak, el nem múló szeretete, a Szentlélek Istennek jósága, boldog asszony anyánknak áldó mosolygása, aki a Szent Háromság leghűbb szövetségese volt, az egyetlen igen, aki az Atyának kiválasztotja, a Fiúnak hordozója, a Léleknek megszenteltje, küzd, harcol, és örül velünk. Amen. Nagyon szépen köszönjük tiszteletes úrnak szeretetteljes, elgondolkodtató és biztató szavait. Van itt egy ember, van itt egy település, aki nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy immár tényleg írhattuk azt, hogy hagyományos családi nap. Tiszteletes úr, szeretném megköszönni ezt, ennek a településnek és a település vezetőjének azt, hogy immáron tényleg hagyományjá vált a családi napunk. Szeretném kérni Kovács Józsefet, Jéke polgármesterét. Nagyon szépen köszönöm én is tiszteletesnek ezt a gesztust, főleg, hogy ismét megtisztelt a településünket valaki. Egy olyan személyben, aki hajlandó tulajdonképpen fővel állni azt, amit képviselünk, és még egyszer nagyon hálás vagyok, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen!
Zászló,